Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket az ismerős soros adásában. Ma egy olyan vendégem van, aki hát nagyon sok minden munkakörben dolgozott, nagyon sokféle munkakörben dolgozott már. Volt kereskedelmi vezető, volt polgármester, és most éppen ismételten cégvezető. A vendégem Molnár József Gerjemből, a Szexádi Növény Zrt. Cégvezetője. Szia Józsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még így a nézőknek gyorsan mondom, hogy Józsi ragaszkodott ahhoz, hogy mi most tegeződjünk ebben a szűk fél órában, meg hát fél órán kívül is tegeződünk. Ez így van. Én azt mondom, hogy ismertessük meg egy kicsit Molnár Józsefet úgy a nézőkkel, hogy honnan is jöttél te, mit tanultál, hol kezdted, és hogyan vezetett a te utad most a Szexádi Növény Zrt. Cégvezetői székébe. Hát viccesen mindig szoktam mondani, hogy én gerjényi gyerek vagyok, születésemtől fogva és a mai napig. Egy nagyon nagy változás azért volt az életemben, mert Gerjemből a Hunyadi utca 5-ből átköltöztem a Hunyadi utca 4-be. Tehát tulajdonképpen ez egy hatalmas nagy változás. Ott lakott a nagymama? Nem a nagymama, hanem egy gyakorlatilag majdnem rokon is azt a házat építettük, átépítettük újra, és tulajdonképpen ott élünk. Mondhatom azt, hogy 43 éve most már gerjeni lakos vagyok. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy egy falu, egy közösség az soha nem hagyja elfelejteni azt az embernek, hogy honnan jött, és minden nap, amikor hazamegy, akkor tudja, hogy az emberek milyen hétköznapokat élnek abban a faluban, ahol ő lakik és él, és ez engem mindig feltölt. Tehát tulajdonképpen mindig büszke vagyok és örülök is neki, hogy változatlanul Gerjenben egy dunaparti zsáktelepülésen élek, az összes előnyével és hátrányával együtt, mert vannak előnye és hátránya is, de nagyon jó ott élni és lakni. Ott alapítottunk családot, ott élünk a feleségemmel, illetve két gyerekemmel gyakorlatilag, és hát előtte ugye, amikor a 80-as évek közepén végén a Tolnai gimnáziumban megérintett a számítástechnika, akkor úgy döntöttem, hogy majd én elmegyek ebbe az irányba, és láttam, hogy műszaki informatika szak indul Pécsen a műszaki főiskolán, én oda jelentkezem. És aztán elmentem, föl is vettek, matek, fizika, felvételi, oda mentem, felvettek, és akkor beiratkozásnál megkérdezték, hogy építész vagy gépész. És néztem, hogy mi az, hogy építész vagy gépész. Hol tűnt az informatika? Hát azt mondták, hogy ez műszaki informatika, és van két ágazat. És döntsem el, hogy melyiket akarok. Hát a családban mindenki az építőipar irányába volt inkább fogékony, vagy abban dolgozott. Mondtam azt, hogy építész. Na igen, ez volt a szépségem, mert gyakorlatilag egyszerre akartak elvégeztetni velünk két szakot, és a 80-as évek közepe vége fele még az informatika gyerekcipőben járt, tehát a tanárok egyik fele programozó matematikust akart belünk csinálni az akkori technikai eszközökkel, a másik fele meg építész. Na, egy szakot, nappali szakon ilyen szépen elvégezni nem volt egyszerű. Újak voltunk, gyakorlatilag első szak voltunk, az első évfolyam, magunknak kellett kialakítani a szokásainkat, minden egyebet, 27-en kezdtünk, 13-an végeztünk, tulajdonképpen ott tanultam meg életemben először küzdeni. Maradjunk még itt egy kicsit a főiskolai időszaknál, azért itt a küzdelmet már megemlítetted, ez szerintem egy ilyen visszatérő motívum lesz így a beszélgetés során, de úgy az iskola alatt mit tanultál még? Tehát most nem konkrétan arra a tananyagra gondolok, ami ugye a jegyzetekben van, és nem csak a küzdelemre. Mit tanulhat még egy gerjeni srác mondjuk? Melyik iskolába jártál még? Ez a Pollák Mihály Műszaki Főiskola volt. Pécsen akkor. Pécsen. Nagyon sok mindent, igazából egy szemléletet. És a műszaki szemlélet az szerintem nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy az ember az egész életét hogyan alakítja. Ott meg kellett tanulni mindent végigcsinálni. Az azt jelenti, hogy egy matek példát, vagy egy mechanika példát, vagy egy programot nem lehet félbehagyni, azt végig meg kell csinálni, és akkor van vége, amikor kész és működik. És ez a szemlélet az ember egész életét áthatja, később bárhova kerül, akkor nem hagyja félbe a dolgokat, hanem megcsinálja. Most én nem bántok senki, csak mondom, hogy történelemből mondjuk egy adott leckét fölmondok félig, arra kapok egy hármast. Hogyha a matek feladatot megoldom félig, vagy egy mechanika feladatot, de attól a híd majd leszakad, az rosszul nem működik. Tehát mindig jól kell megoldani a problémákat, vagy a feladatokat, ezt tanultam ott meg. Mondhatom azt is, hogy kinkeservesen, de az a 13 fő, aki ezt elvégezte, az ma büszkén mondhatom, hogy nagyon szépen megállt a helyét, és nagyon sokat köszönhet annak az intézménynek. Mondjuk bízunk benne, hogy az előbbi gondolatsort egy bölcsész nem veszi magára. Nem azért szántam, csak egyszerűen ez azt gondolom, hogy a szemléletmódot tükröz. Ők is nagyon értékes emberek, és nagyon fontos része a társadalomnak, meg a világnak. Csak a két szemléletmód szerintem különbözik ebben a térben, hogy nekünk meg kell oldani mindig a problémát, és a végére kell járni. Ha már megvolt ez a szemlélet, ugye akkor, és ez a műszaki beállítottság, és már megvolt az elvégzett iskola kemény munka árán, ahogy említetted, hova vitt tovább az utat, mi történt? Egyből a munkavilága, vagy akár hadsereg? Hát volt az is vegyesen, tehát gyakorlatilag én bátor voltam, még fiatalon megnősültem, és gyakorlatilag utána mentem el katonának. Ez ekkora bátorság? Fiatalon hát én azt mondom, mert házat vásároltunk, aztán hitelt vettünk föl,
aztán megnősültem, és gyakorlatilag a feleségem azonnan Gerjenből járt be dolgozni az állami biztosítóba, meg Siklóson a délszláv háború idején védtem a határt ilyen bombatámadások közepette. El is gondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen 10 millió magyar közül mi a fenét keresek én itt, amikor hallgatom itt a lövöldözéseket. De hát az is az életem része volt, egy év után leszereltem, és kerestek a cégnél, Pakson, a költségvetés üzemnél, mert én középiskolában franciát tanultam, abból is érettségiztem, és valamilyen szinten beszéltem a nyelvet, és Renault kereskedelem elindult Pakson, és gyakorlatilag oda kerültem a nyelv kapcsán, és kérdeztek, hogy nincs kedvem teherautó értékesítése, forgalmazása, szervizelése foglalkozni, mondtam, hogy van. És gyakorlatilag Pakson kötöttem ki, aztán később abból átalakult egy Renimpex DC Kft., illetve Renault Import Exporttal foglalkoztunk, sokat köszönhetek annak is, hiszen bejártam ennek révén a világot, megismertem a 90-es évek elején, hogy mi az a vállalkozói társadalom, hogy mi az az áfa, hogy működik a gazdaság, mi az a szerződés, mi egyébként az a tárgyalás. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy te akkor kerültél, mert ugye ez a rendszerváltás Igen. után vagyunk, tehát azért te mégiscsak akkor kerültél egy olyan céghez, ahol éppen ismerkedünk a vállalkozói szektorral, éppen ismerkedünk az áfával, éppen ismerkedünk a vadkapitalizmussal. Pontosan ez azért volt, építettünk egy céget, és megtanultunk kereskedni, és az volt az érzés, hogy Franciaországban volt egy kéthetes tanfolyam, és tanítottak bennünket arra, hogy hogyan is kell kereskedni. És hát ezt soha nem felejtem, az életemben mindent kioktattak, és a végén kikérdeztek ugyanígy kamerák előtt bennünket, hogy na hát akkor hogy veszik majd meg tőlünk a Renault kamiont. És én mindenféle csodát, amit a két hétben megtanultam, elmondtam, és mondták, hogy ez mind kevés, mert ezt tudja a Mercedes is, meg tudja az Iveco is. De miért vesznek Renault? És addig, hogy a végén rávezettek, hogy egy valamiért, azért, hogyha a Molnár Józsefet, mint szemét, hiteles szemét megveszik, akkor megveszik az általa képviselt portékát is. És ezt tanultam meg ott is, egy nagy iskola volt, hogy tulajdonképpen az embernek mindvégig hitelesnek kell maradnia, amikor állít valamit, vagy cselekszik valamit, akkor azt meg kell próbálni teljesítenie. És itt jön össze a szemlélet azzal, amit mondtam, hogy valamit, ha végigcsinálunk, akkor az egyrészt is hitelesíti is a személyét, mert azt mondja, hogy ezt megcsinálta, vállalta, és utána a partner előtt ugyanúgy hiteles tudok maradni. Ezt kell végig járni még a legnehezebb körülmények között is. Rögös út, de én azt hiszem, hogy hosszú távon ez hoz mindig eredményt és sikert. De elnézést, hogy így kérdezem, így az elmúlt években mennyit voltál az értékesítési cégnél? A Renault-nál? Igen. Hát gyakorlatilag életemnek az első 6,5 éve volt, amit nagyon sokat tanultam ott belőle. Tehát azért kérdezem, hogy bocsánat, hogy a 6,5 év alatt azért hogy lehet eladni a Molnár Józsefet? Akár mint egy karaktert, akár mint egy személyiséget. Hát ez is érdekes volt, mert ugye nagyon sok mindent bejártam ott is, tehát a raktári bevételezéstől a program íráson keresztül a kereskedelmi, az állajat készítésig, a végén már ott is kereskedelmennek a vezetője voltam. Hát meg kell tanulni azt, hogy amikor az ember kimegy tárgyalni, elmegy egy partnerhez, akkor a partnert is meg kell tudni érteni. És annak a fejével is kell tudni gondolkodni, és ez egy közös siker kell, hogy legyen a végén az üzletkötés. Ő is, meg én is úgy érezem, hogy jól jártunk, egymást kiszolgáltuk, és megtaláltuk a megoldást. Ez nagyon sokat jelentett. Én azt gondolom, hogy akkor nagyon sokat tanultam ebből. Az akkori csapattól, főnökömtől, Faller Dezsőtől, aki ma már nyugdíjasként végzi a szakmát, ő is nagyon intenzíven vetette be magát az életbe, sokat vitt magával, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy fiatalon hagyott kibontakozni. Ha egy nagyon picit tovább lépünk, kapcsolatokat mennyire lehetett itt építeni? Hát, életre szóló kapcsolatokat. Lehetett sok mindenben. Az ember megtanult azt, hogy egy külföldi mentalitás milyen, hiszen külföldi partnereink voltak, azok hogy tárgyalnak, mit csinálnak, nem is értettük, mai nap sem értjük, hiszen a magyar mentalitás, meg mondjuk egy német vagy egy francia nagyon messze van egymástól. Mindig úgy érzem, hogy mi sokkal többet dolgozunk, és mégsem jutunk annyival előbbre. De kapcsolatokban a pénzügyi világ területén, gazdaság területén, akár informatika területén az ember szerzett olyan tapasztalatokat, amit a mai nap is, ha akar, akkor működtet vagy kamatoztat, hiszen ismerjük egymást és nem tagadjuk le egymást, mert kellemes emlékek fűznek egymáshoz bennünket. Mondom, akármilyen területről legyen szó. Egyébként egy nagyon érdekes dolgot mondtál, mert mondjuk, hogyha feltesszük ugye az alapkérdést, hogy mi a különbség mondjuk egy német, egy francia, vagy akár egy román vevő között. Hogyan kell másnak lenned neked, mint eladónak, csak hogyha már a küzdelemnél tartunk. Tehát amikor el kell adni egy német embert, kell rábeszélni egy francia autóra, vagy egy román embert egy francia autóra, az előbbinek azért, mert francia autót kell megvennie, vagy eladni a németnek, utóbbinak azért, mert a románnak mondjuk drágább a Renault, mint egy németnek. Hogyan lehet ezen a vékony mesdjén végig lavírozni? Hát mindig mondta, ez nagyon nehéz. Van egy másik szó, amit nagyon fontos mindig hozzátenni, az a felkészültség. Tehát az embernek soha nem szabad elmenni tárgyalásra, úgyhogy nem készül föl. Tehát tudnia kell, hogy a partner az honnan jött, mit csinált, milyen, hova megy, hova jutok el, milyen ember ő, ha esetleg tudok róla valamit. Tehát az ember felkészült, akkor tudja, hogy mire számíthat. A meglepetésnél rosszabb nincsen egy tárgyalásban.
de arra is kell reagálni, és gyorsan. És az a fontos, hogy ezt a vadkapitalizmus idején azt néha ösztönből csináltuk, utána, akkor nem voltak trénerek, meg sok minden más technika nem volt, akinek volt ilyen adottsága, és talán engem a teremtő, vagy nem tudom, hogy fogalmazom, felruházott valamivel, hogy van egy olyan képességem, ami segít abban, hogy viszonylag jól kommunikálok, megértetem magam, és igyekszem mindig kölcsönös előnyökre. Ez a szerencsés adottság egy után a gyakorlattal párosítva mindig meghozta az eredményt, és nem tudom sokszor, mert nem fejből, vagy nem valami tankönyv alapján, hanem néha ösztönből találtam meg a jó megoldást, de hangsúlyozom ezt nagyon sok munka árán, és komoly felkészültséget, tehát mindig fel kell készülni a partnerből, a körülményekből és a lehetőségekből. Hogyan jut időd mondjuk az otthoni közösségi dolgokra egy ilyen munka mellett? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye amikor ezt a paksi céget otthagytad, vagy eljöttél, annak egy oka volt, hogy te lettél 1998-ban időközi választáson Gerjen polgármestere. Társadalomban, egy közösségben hogy tudsz magadnak imidzset, akár, vagy hogy tudod eladni otthon a személyiségedet, hogy mellette naponta ingázol Paksra, és gondolom ez egy olyan munkakör volt, ahol rengeteg időt eltöltöttél. Így van. És hogyan tudsz felfejleszteni egy falut odáig, hogy az egyik legnagyobb országos hetilap azt írja róla, hogyha Gerjent kivesszük a helyéről és letesszük Ausztriában, nem tudod, tehát beleolvad a környezetébe, mintha egy osztrák falu lenne. Hát gyakorlatilag ez annak köszönhető talán, hogy ahogy mondtam, a hitelességem, azt soha nem igyekeztem nem elveszíteni. Tehát én amikor hazamentem, akkor is éltem a mindennapjaimat, építettem a családi házat, volt egy Simpson motorból képzett ilyen háromkerekű, és befejeztem a munkát, akkor bontottam a házat, szüleimmel, apu nagyon sokat segített ebbe, édesapám, ő köműves és rengeteget segített a házba, én meg vittem a dolgot, és látták az emberek, hogy dolgozom, szorgalmas vagyok, és közben, amikor beszélgetünk a hétköznapokról, akkor is van véleményem, és látják, hogy az talán nem áll messze a valóságtól. És ez úgy... bocsánat, hogy kell elképzelni, tolod a talicskát, és akkor szervusz Józsikám, és akkor elmondod a véleményed, és akkor az így terjed. Hogy hát ez kellett egy közösség is, tehát meg kellett egy ilyen változási hangulat is, ami a faluban volt. Az akkori polgármester beteg volt, már sokat tett a faluért, de idős volt, beteg volt, és le kellett mondani, és kerestek valami frissülést. És ebbe a frissülésbe keveredtem én bele, talán olyan módon, hogy kérdeztek. Azt is hozzá kell tennem, hogy közben nem állt tőlem távol, hiszen említettem Faller Dezsőt, ő akkor ilyen önkormányzati ügyekkel is sokat foglalkozott, és kicsit megfertőzött. És én azt gondoltam, hogy építkeztünk oda Gerjenbe, itt vagyok 29 éves, két gyerekkel, most mit is kéne csinálni, és láttam, hogy vagy bele tudok szólni a folyamatok irányításába, vagy megtanulom ezt kezelni, és akkor azt mondom, hogy részt vettek a saját falum fejlesztésében, ami nekem, mint magánember, család is jó, de jó a közösségnek, ezért mindannyiunknak, vagy azt mondom, hogy ezt hagyom, és nem csinálom meg. Ez nagy dolog volt, hiszen egy sikeres vállalkozásban működtem, mint kereskedelmi vezető, és azt mondom, hogy elmegyek a saját falumba polgármesternek kevesebb fizetésért, de egy nagy dolog, amit a Renimpexnél megtanultam, pályázatokat írni, ami nagyon-nagyon fontos, akkor közbeszerzési pályázatokat, egyéb tendereket írtunk, és akkor kezdődött 98-ban a pályázati hullám. És akkor egy kis faluban még nem volt ennek olyan nagy hagyománya, hogy mondjuk saját magunk írunk pályázatokat, megcsináljuk, és én azt gondolom, hogy egy jó munkának köszönhetően sikerült ott utána eredményeket elérni. Tehát az időközi választás sikerült, az is szokatlan volt mondjuk, hogy kiáll egy 29 éves fiatalember a falu elé, és elkezd beszélni két óra hosszát mindenféle papír nélkül arról, hogy ő mit gondol egyáltalán a faluról, a jövőjéről, annak a helyzetéről, elképzeléséről. Akkor azzal fejeztem be a dolgot, hogy én azt szeretném elérni 10 év múlva mondjuk, hogyha én bejövök Szekszárdra egy papírírószerboltba, akkor amikor mondom, hogy kérek egy számlát, és mondják, hogy milyen címre, és mondom, hogy Gerjeni polgármester hivatal, akkor ne kérdezzék meg, hogy pontos vagy elipszilonos, J-vel írják Gerjent, hanem azt mondják azt, hogy csupa nagy betűvel. Én ezt szerettem volna elérni, ez volt a célom, és ezért dolgoztam nagyon sokat, nagyon szép időszak volt. Hogyan vetted át a falut? Azt említetted, hogy az előtted munkálkodó polgármester jól vezette a települést, de mégis azért milyen székbe ültél bele? Ő nagyon gazdák, hogy is mondjam, takarékos gazdálkodás, egy jó anyagi helyzetben tartotta és hagyta át a falut. Utána viszont jött egy pályázati időszak, amikor igyekeztünk az infrastruktúrát megteremteni és a helyére tenni. Én arra vagyok büszke, hogy totális infrastruktúra van most már Gerjenben, tehát ő annak idején az összes Szabó Elemérnek hívják, szegény most már meghalt, ő volt a korábbi polgármester, megépítette az összes utat, szilárd burkolatú volt már minden, mi hozzáraktuk a csatornát, a gázt, a közvilágítást, korszerűsítettük az internetet, aztán építettünk új iskolát, sportcsarnokot befejeztük, a konyhát, gyógyszertár, takarékszövetkezet, templomfelújítások,
rengeteg olyan közösségi, a szemétszállítást átalakítottuk, megszerveztük, zöld hulladékszállítást, tehát mindenféle olyat, ami azt gondolom, hogy egy közösségnek sokat jelent, tehát próbáltuk formálni a tudatot, próbáltuk formálni azt, hogy a gerjeni emberek azok büszkék legyenek arra, ahol laknak, óvják meg a környezetüket, érezzék magukat jól, és van egy másik törekvés, hogy meg kell vagy állítani az előregedést, ami egy nagyon nehéz társadalmi folyamat. Ez nagyon-nagyon nehéz, és arra nagyon büszke vagyok, hogy a munkám végén a Jakó Kft-t, Szekszárdi, ugye gépiparban dolgozik, egy szép üzemet épített Gerjenbe, és ma is 40-50 embernek ad ma munkát, ami egy kis település életében nagyon fontos, és most már nem csak Gerjenek, hanem szomszéd településről is járnak át hozzánk dolgozni. Az lenne jó, hogyha nem csak dolgozni, hanem ott telepednének le, mert van telek is még a faluban néhány. Na, ilyenkor jön a milliós kérdés, az ilyenkor szokásos kérdés, azok után, hogyha az ember, vagy hogyha esetleg a nézők úgy tisztában vannak azzal, hogy mi történt ezután, 2007-ben mégis felálltál. Ilyen eredmények után miért áll föl valaki a polgármesteri székből? Hát ez úgy történt, hogy karácsony után a két ünnep között mindig megjelent az adott költségvetési törvény, én azt szépen kinyomtattam, hazavittem és elkezdtem olvasgatni, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen változik a világ. Volt egy támogatási rendszer, azt úgy hívták, hogy önhiki, ma is működik még, az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatoknak a támogatása. Mi ezt magas szinten műveltük, bebizonyítottuk az államnak azt, hogy gyakorlatilag mi nem herdáljuk el a pénzt, hanem nem kapjuk meg a szükséges forrásokat a feladatok elvégzésére, és ezért kérünk kiegészítést, és ebből azt a pénzt, amivel a falut beszedett, iparűzési adott, vagy bármi mást, azt fejlesztésre tudtuk fordítani, mert az államtól elkértük a működési pénzt. És láttam, hogy ez átalakul, és úgy éreztem, hogy bezárodott minden kapu. Én úgy fogalmaztam, akkor az önkormányzás szűnt meg, és akkor januári testületülést megtartottuk évelején rögtön, és akkor bejelentettem, hogy 9 hónap múlva a falunap után lemondok. Azt gondoltam azért, hogy 9 hónap alatt egy gyerek is megszületik, tehát ez a gondolat is világossá válik, meg tudom értetni a saját falummal, az ott élő emberekkel, akiket nagyon szeretek és nagyon tisztelek, mert sokat köszönhetek nekik, hogy tulajdonképpen ezt nem lehet tovább így csinálni, hiszen teljesen mindegy, hogy kiül sajnos a polgármesteri székben, korlátozódnak a lehetőségek. És azt is be kellett látnom, a körbenéztem, hogy kik a szomszédaink. Van egy 4500 lakosú Fad, van egy 2700 lakosú Dunaszentgyörgy, mi meg vagyunk 1400-an. Tehát mi vagyunk a kicsik. Ha itt arra kerül sor, hogy feladatokat kell elvonni, akkor azt tőlünk fogják elvenni, és a nagyokhoz telepítik. Ha most mi Baranyában lettünk volna település, akkor ott nagy település lennénk 1400 lakossal, mi lennénk ott a körjegyzőség központja, minden egyéb, de a földrajzi elhelyezkedésünk okán ez a lehetőség ez nem adatik meg nekünk. És akkor láttam azt, hogy bármit teszünk, gondolkodtam rengeteget, és azt mondtam, hogy az a legjobb módszer, amikor kiállok és elmondom az embereknek azt, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Én egy ilyen fejlődő, építő típusú ember vagyok, ezek a lehetőségek most beszűkülnek, ezért kérem, hogy értsék meg, hogy ezt én tovább így nem tudom csinálni. Ez is egy két órás beszéd volt, mint 98-ban? Hát ez a testületülésem volt, az alpolgármester azt mondta, hogy én ezt most hagyjam abba, aztán kezdjem újra, mert nem ilyen Molnár Józsit szoktak meg, aki azt mondja, hogy most ezt abba hagyja. Ez egy nagyon jó gondolat, és az alpolgármester már annó a számból vette ki a szót, mert tudod, mi ebben nekem a hihetetlen, hogy én ezt úgy képzelem el, hogy azért minden évben van egy olyan kormányzati döntés, vagy egy állami döntés, amely minden évet nehezebbé tesz. Azért mi is rengeteg polgármesterrel beszélünk. Nehezebb lesz, szűkebb a költségvetés, ugye össze kell húzni a nadrágszíjat, hogy ilyen közhelyszerűen mondjam. Minden évben feladhatná egy településvezető, ők azt mondják, te mégis, hát mondjuk így, akkor feladtad. Igen, következőt akartam mondani, és akkor itt mindenki mondta, hogy hívtak ide a tévébe is, meg az újságba is, és én nem nyilatkoztam azért nem, mert tisztelem a kollégáimat, akik a mai napig is csinálják ezt a kemény és nehéz munkát, ami a településekre vár egyre nehezebb körülmények között, idősödő lakossága, szociális problémákkal, minden egyébbel, csökkenő gyereklétszámmal, csak én akkor nem voltam még egész 40 éves. Tehát 29 évesen kezdtem, 39 éves voltam körülbelül, amikor abba hagytam. Ezért azt mondtam, hogy 39 éves vagyok. Most látom, hogy nehezebb, én azt gondolom, hogy tudok mást is csinálni. A települést úgy tudom otthagyni, és ezért voltam nyugodt, hogy minden infrastruktúra helyén van. Minden intézményünk fel van újítva. Tehát ha jön 10 szűk esztendő, akkor is kibírja Gerjen, hiszen nincsenek olyan kardinális feladatai, amit ne tudna megtenni, és ekkor jött akivel együtt dolgoztam, Máté Dénes, aki mostani polgármester, tanár volt, Gerjeni újságot közösen alapítottuk, még 98-ban, és Dénes ezt a feladatot fölvállalta, és gyakorlatilag ezt a működtetést azóta is végzi, ekközött a nagyon nehéz körülmények között. Azóta
újra képviselő is lettem, akkor egy ideig nem voltam képviselő, most újra próbálom segíteni a tőlem telhető eszközökkel, de én azt gondolom, hogy most ez egy más polgármestert igényel, más mentalitásot, mint amilyen én vagyok. Visszaülnél? Megmondom őszintén, nem ülnék most vissza. Pont azért, mert nekem hiányzik az, hogy valamit lépjünk előre, fejlődjünk és haladjunk. Úgy néz ki, az én személyiségem az valahol egy ilyen, hogy mindig szeretne egy újat, egy megújulást, egy építést, hiszen azt mondom, hogy a siker az egy nagyon veszélyes kábítószer. Olyan, hogy az ember elér valamit, akkor akarja a következőt. És ez veszett el a siker élménye. És én ezt nagyon sajnálom most minden kollégámtól és minden volt kollégámtól, polgármestertől, hogy nagyon kevés és nagyon kevés helyen lehet kis településeken sikert elérni. Ilyen a gazdasági környezet. Ezért mondom, hogy én tisztelem őket változatlanul, amikor ezt a nehéz munkát csinálják. Építészként végeztél, ez az építgetés, meg a küzdelem, ez végig kísérte az életedet. Gondolom azért nem bánod, hogy ma nem az építőiparban dolgozol. Nem. De hogy kerül valaki az agrár szakmába? Magyarország egyik legnagyobb cége, ez a Szekszárdi Növény Zrt. Ez cégvezetői székbe. Tehát voltunk már a Renault-nál, voltunk ugye polgármesteri székben, és most egy cégvezetői székben vagy. Igen, hát ez is kalandos volt, hiszen dr. Csíbor Istvánnal, a fő tulajdonossal és a cég vezérigazgatójával Tolnán egy tűzoltó vacsorán találkoztunk, azt megelőzően, hogy a polgármesteri hivatalban volt egy rendezvény, és egymásra szembe ültünk le, és beszélgettünk. Nem ismertem még Pistát, ő se engem, és beszélgettünk, és névjegyet cseréltünk, és utána ő fölhívott meglepetésemre egy hét múlva, hogy már kijönnek Erjenbe. És kérdeztem, hát bátran fogadom, és mi az oka? Hát kíváncsi volt arra, amit én meséltem, hogy ez tényleg igaz-e, hogyha ez a falu kijött, és eltöltöttünk ott egy néhány órát, körbevezettem a falu, megmutattam neki pár dolgot, aztán elkezdtünk egy érdekes együttműködés hívott fadra, Györgymajorba, ott van egy 17 hektáros major a Növény Zrt. Egyik társcégének, a Dunalét Kft.-nek ott a tulajdon, hogy itt gondolt a fejlesztésekbe, hogy kért tőlem észrevételt, vagy valami tanácsot. És gyakorlatilag ez a munka ugye elkezdődött. És aztán Pistának én jeleztem akkor, amikor mondtam, hogy én lemondok, a legnagyobb meglepetésére én abba hagyom. Ő is csak nézett, hogy ezt komolyan gondolom, és mondtam, hogy hát igen. Aztán egy hét múlva felhívott, hogy akkor menjek el dolgozni oda a céghez. És mondtam, hogy hát Pista, ne arra, hogy hát semmi közöm az agráriumhoz, mit csinálnék én ott? Azt mondja, semmi gond, legalább nincsenek rossz beidegződéseid. Tehát ez a mondat volt, hogy vonzott Pista személyiség, ez a különlegesség, ami a cégben volt, és oda kerültem. És aztán néhány hónap múlva mondta, hogy mi lenne a terménykereskedelemmel foglalkozna. Szekszárdi Bioráma Kft. Az is egy társcég a Növény Zrt.-nek, annak az ügyvezetőjeként elkezdtük a terménykereskedelmet. Aztán közben a Dunalét Kft. Fejlesztése is mentek, ott nagyon szép időszak volt, ott is pályázhattunk, tehát azt, amit én nagyon szerettem, és a kapcsolatrendszer működött, köszönöm a munkahelyi központnak és a Paksi Atomerőmű Alapítványának is, hogy segítettek bennünket, és létrejöttett a gyümüzem, amit ma már azért itt is ismernek a Tolna megyében is, tehát egy gyümölcslő üzemet tudtunk létrehozni, hűtőházat, most meg folytatódik egy pálinkafőzővel, most már ez nem én, hanem egy új vezetés alatt, és tulajdonképpen egy nagyon szép időszak következett be, és közben azért nem maradt ez a polgármesteri véna sem, hiszen a sorsfordító, sorsformáló program az gyakorlatilag polgármesterekkel, együttműködőben, Moizer Judit kolléganőmmel, közösen az Agrokonzulta 200... Van, erről mi is forgattunk egy hosszabb filmet. Gyakorlatilag településen élő, nehéz sorsú embereknek próbáltunk munkát adni 3 éven keresztül, ez is benne volt. És aztán jött a cégben egy nagy váltás, kollégáink távoztak a cégből, és akkor hirtelen kellett valami új megoldás, akkor én kerültem ebbe a cégvezetői pozícióba, ez 2010. novemberre. Józsi, nagyon kevés időnk van, de ezt el kell mondjam, én ezt úgy tudom elképzelni azért, hogy az ember belecsöppen, és nincs ideje azon gondolkodni, hogy úristen, nem értek az agráriumhoz. Jól gondolom-e? Ez így van azért, hogy leúztam 3 évet, ismertek már azért a partnerek és a részvényesek is, és megtanultam a cég szemléletét, filozófiát, amitől ez a cég sikeres, amit mindig mondunk, hogy több, mint kereskedő a Szekszárdi Növény Zrt. És ezt mai nap is valljuk, és mindig igyekszünk szakmai szinten is magasak lenni. Úgy működik ma a cég, hogy van szakmához nagyon értő kollégám, van aki a kereskedelemhez, van aki kint a területen pénzügyeket. Nekem meg az a feladatom, hogy ezt az egészet menedzseljük úgy le, hogy kerek egészé álljon össze. Ez olyan dolog, mint amikor egy szobában mindenféle bútor eszköz van, és ha van valaki egy képesség, hogy a megfelelő módon berendezze, akkor az a helyiség rögtön másképp néz ki. Én azt gondolom, hogy a cégvezetőnek az a feladata, hogy a pénzügyi, gazdasági, cég menedzselési, akár külvilág való megjelenés, a kollégáknak a bizalmát tudja maga mögött. Ez nagyon fontos, hiszen egy vezető akkor lehet jó vezető,
hogyha bíznak benne a kollégák. Én azt mondtam annak idején, 29 évesen, hogy Molnár József, a nevem alá volt írva, hogy polgármester. Én azt mondtam, hogy nem attól vagyok polgármester, hogy oda van írva a nevem alá. Majd ha a munkám kapcsán polgármesternek tartanak. Aztán a faluba elértem, és most ugyanezt szeretném mondani a cégben is, hogyha a kollégáim is úgy gondolják, hogy tényleg a cég vezetésére én vagyok a legalkalmasabb, meg a tulajdonos is, akkor talán ezt jól kell csinálni, és aztán egy tavalyi nehéz év után 2012-ben egy nagyon sikeres és eredményes üzleti évet szeretnénk csinálni. Ez mindenkire ráfér, megérdemli a tulajdonos, a kollégáink, meg mi magunk is, hiszen a tavalyi évben mondjuk egy év helyett éltünk kettőt. Sikerült annyit dolgozni. Zárkérdésképpen, van még feladat a Növény Zrt-nél, elképzelésed is van, koncepcióid is vannak, ez így kiviláglott a záró gondolatból, de tervezed azt, hogy egyszerűen is tovább válsz? Hát ezek, az ember ilyet soha nem tervez. Én azt mondom, tehát tegyük fel, hogyha mondjuk abból indulunk, hogy új kihívásokat keresel, úgy értettem a kérdést. Hát most van itt kihívás bőven még, amit meg kell válaszolni, és én azt gondolom, hogy ez a cégben most egy fiatal gárda van, 30-as éveiben járó csapat. Mondjuk én a 40-es éveim elején járok, és most már lassan én számítok majd az öregnek. Rangidősnek. Én azt gondolom, hogy ez a csapat most kezdi tanulni valójában az életet. Én azt hiszem, hogy nagy jövő előtt állhat ez a csapat. A tulajdonosunk hagyja, hogy dolgozzunk, engedi. Csináljuk is ezt a tevékenységet. Pista nézi, hogy mi, én bízom azt, hogy egyre sikeresebben végezzük ezt a tevékenységet. És ha ezt sikerül jól csinálni, akkor én azt hiszem, hogy itt még jó néhány évre van feladat, van kihívás, hiszen az agrárium önmagában is Magyarországon úgy látjuk, hogy egyre inkább stratégiai ágazat lesz. A stratégiai ágazatok előbb-utóbb majd biztos, hogy lesznek új és új feladatok. Ha ebben mi részt tudunk venni egy komoly integrátorként, akkor ezt bátran és büszkén vállaljuk. Józsi, legyen ez a zárszó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. További jó tévézést, viszontlátásra.